köszönni mindazoknak és nektek, önöknek, hogy a 19. világbajnokság szervezőbizottságában vettem. Életem egyik talán legnagyobb elismerése volt, és ugyanakkor a felelősség is. Ez teljesen biztos, hogy egy ember életében egyszer következhet be, ez most elkövetkezett. És az, hogy itt lehetek önökkel, hogy egy budapesti világbajnokság szervezésére önöket lehettem, az azért van, mert a magyar úszósport, a magyar vízilabdás sport igenis az elmúlt 120x évben nagyon-nagyon sok csodálatos győzelmet hozott. Látjuk, vízilabdás sportban 90-ben, úszásban 87 olimpiai aranyérmünk van, hogy világbajnokság aranyérmünk van. Tehát, hogy ezek az eredmények predesztináltak bennünket arra, hogy ezt a világbajnokságot megcsináljuk, ezért gondolta a FINA azt, hogy valóban egy jó házigaz bejelölt Magyarország ennek a rendezvénynek. És én mindig elmondom, és most is, hogy úgy nem érdemes semmilyen világversenyt csinálni, hogyha nincsenek magyarok a küzdőtéren, az arénában, a hajós lakjúszodában, bárhol, akiknek a magyarok milliói tudnak bukkolni. Látjuk ezt a műzőlabda mérkőzésen, én magam csak a televízió előtt, de azt kell mondjam, hogy életem egyik legnagyszerű felemelő érzése volt ott ezt látni. Azt kell mondjam, hogy tényleg még history, ezt valóban őszintén gondolom, nagyon-nagyon köszönöm ezeket az embereknek, különösen akiket Smit Ádám, akiket úgy felsorolt, és akiket Fügyes Balázs is felsorolt. És köszönöm a sajtónak is azt, hogy készítettek a világbajnokság ideje alatt. Talán önök tudják eldönteni, Magyarország tudja eldönteni, a világ tudja eldönteni, hogy ez a világbajnokság hogyan volt megszervezve, nézzük rá is majd ezt az ítéletet, de aztán kérdés, hogy a legmagasabb szinten még akkor is, ha néha úgy éreztem, úgy éreztük, hogy feltetkezettel megyünk valahova egy ilyen lehetetlen vállalkozásban, vagy inkább néha úgy éreztem, hogy még engedi búvárként levegő után kapkodunk, és ez sajnos igaz a sok-sok kollégákra, akik még hipoxiás állapotban is odaálltak, és izet voltak, és bármit megcsináltak. Higgyék el, hogy tényleg emberfeletti teljesítmény volt. Nem tudjuk elégszer megköszönni nekünk, hogy ezt megtették. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nincs idő ünnepelni, nekünk legalábbis biztosan nincs, hiszen a Magyar Úszószövetség előtt nagyon-nagyon sok számos egyéb feladat áll. Nyilván az elmúlt 3 hónap lekötötte minden energiánkat, időnket, de mégiscsak itt van már úton a medencés ifi EB csapatom Romániában, aztán egy off medencés nyílvízi felnőtt Európa-bajnokság előtt vagyunk, és azt követően lesz egy medencés majd nyílvízi világbajnokság, és 16 regionális bajnokság lesz, ebből 4 országos bajnokság, tehát nekünk ezzel kell most foglalkozni, mert az, hogy a bajnokság van, ez egy fantasztikus dolog, de ennek az alapját mégiscsak az a munka teljesítmény adja meg, amit a versenyzők, edzők, sportvezetők munkájában jelentkezik. Úgyhogy nekünk a jövőt illetően a magyar úszósporttal még inkább kell foglalkoznunk. Úgyhogy annyit még hadd mondjak, mert ezzel akartam kezdeni, csak itt a számodáról azt mondta, hogy lehet, hogy ezzel mégsem kellene, hogyha Milák Kristóf 10 percet késett Tokiót követően a kiküntetésekről, a miniszterelnök urat és köztársasági elnöket megváltoztatva, akkor kérem sajtómunkatársait fogadják el, hogy a 23 perc kés, és az teljesen rendben van. De én nagyon remélem, Kristóf, hogy a jövőt illetően olyan már nem fog többet előfordulni, hogy elszakad egy gatya De mondja, hogy távolítál úr, hogy a medencébe kell gyorsat lenni, és ez így van, mi is gyorsabb voltunk, hatékonyan próbáltunk felmenni ezekhez a sportolókhoz, hogy mi is a legjobban, mint ha ők a legjobbikat nyújthassák.